Tudományos körkép. Kedves nézőink, a Tudományos körkép mai adásában az őshüllőkről lesz szó. Itt ül mellettem a stúdióban Mrs. Ann Elk. Mi? Bocsánat. Miss Elk őshüllő szakértő. Miss Elk, önnek ugye van egy új elmélete a Brontosaurusról. Egy pillanat, Chris. Elmondhatom, hogy van egy új elméletem a Brontosaurusról? Pontosan. Mi az? Hol? Bocsánat. Nem úgy értem, hanem hogy mi az ön elmélete? Ja, hogy mi az elméletem? Igen. Nos, Krisz, megkérdezheti, hogy mi az elméletem? Épp most kérdezem. És meg is kérdezheti. Beleegyezem, hogy megkérdezze, mi is ez az én elméletem. Nos, Krisz, hogy úgy mondjam, az én elméletem, ami az enyém, az az enyém. Nos, azt már tudjuk, hogy az öné, de mi az? Hol? Ja, hogy mi az elméletem? Igen. Az én saját elméletem a következő mesdjén halad. Elk elméletem. Az elmélet, amely az én nevemhez fűződik, a következőképpen hangzik. Így szól. A következő dolog, amit mondani fogok, az már az elméletem lesz. Kedvhetem? Elk elmélete. Minden Brontosaurus vékony az egyik végén, sokkal, sokkal vastagabb a közepén, és megint vékony a másik végén. Ez az én elméletem, amelyik a sajátom és az enyém, ez maga az elmélet. Ennyi, ugye? Igen, Chris. Nos, úgy tűnik, fején találta a szöget az ön elmélete. Amelyik a sajátom. Igen. Köszönjük, hogy eljött a stúdióba. Köszönöm a meghívást, Krisz. Kedves nézőink, Anglia, a legújabb darásfarmja. Nagyon jó volt itt. A múlt héten nyílt. Elmondani, hogy mi volt az ön elméletem. Igen, köszönjük. És hogy kié? Tehát a múlt héten nyílt van meg. Van egy másik elméletem. Már elég volt az egy. Az én kettes számú elméletem, ami az én második teóriám. Ez az elmélet Kús! Az, amit el fogok mondani. Fogja be a száját! Amelyik azzal együtt, amit már elmondtam, a második elmélet, ami az enyém és az én nevemhez fűződik. Nézze, ha nem fogja be a száját, én lelövöm. Az én elméleteim, amelyeknek a tulajdonjogával rendelkezem, és amelyek az én nevemhez fűződnek... Micsoda értelmetlen halál! Következik egy olyan páros, akiről nekem most beszélnem kellene, hogy divatos szóval szoktuk mondani, hogy úgy so-